Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Ez a videó megjelenik március 5-én. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Purvasada holdházban van. Ennek a jelentése egy kihívás, viták, veszekedések, harcok, de megvan a lehetőség, hogy legyen győzelem. De ehhez az kell, hogy valamit tisztázzunk egymással. Tehát a tisztító erő fontos, mert az vezet el ahhoz, hogy rendeződnek a dolgok, és lesz egy győzelem vagy béke. Ezen a napon a Vénusz bolygó és Merkur bolygó egy jó kapcsolatban áll egymással. Ezek cselekvések, beszélgetések, vagy köztünk hölgyek között, ami előnyös, vagy beszélgetések érzelmekről, szerelemről, párkapcsolatról. Mars bolygó közeledik egy kapcsolathoz Uránusz bolygóval, még nem érte el, de van már közeledés, és ha eléri Mars bolygó a napokban ezt a kapcsolatot, akkor az hátrányos. Nem jó ez a kapcsolat. Tehát, ha változásokról van szó, vagy szeretnél valamit megváltoztatni az életedben, és oda befekteted most az élet erődet, akkor tedd meg most, mert a következő napokban lesznek akadályok. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata. Itt látható egy közeledés, látható egy találkozás, amit ő tervez, hiszen a kártya az ő gondolataiban jelenik meg. Itt látható nálad egy szükös helyzet, ahol nem érzed jól magad. De ő szeretne téged felszabadítani ebből a helyzetből, vagy ad egy jó tanácsot, hogy változtass valamit a környezetedben. És megváltoznak a dolgok, hiszen ebben hisz ő, ez az ő gondolata, hogy akkor sikerülni fog, hiszen elfoglalod a helyedet az életben, mint egy királynő, és uralkodsz a helyzet felett. Ez a királynő utal a tűz elemére, tehát meg lesz a bátorságot, hogy megmond a véleményedet, vagy döntéseket hoz. És ha ez megtörtént, akkor érzed a felszabadulás érzetét, és valami lelkesíteni fog téged, hiszen lesz egy új ajánlat, egy új irány, vagy egy új kezdet. És ez a férfi segíteni akar neked ebben, hiszen ez az ő gondolata. Az ő érzelmeit itt látjuk. Itt a téli hónapokban voltak veszteségek. Itt a kerekek utalnak az érmékre. És az érmék jelentik az anyagiakat. Vagy volt anyagi veszteség, kiadások, ez összefügg a munkával, a hivatással, lehet, hogy te vagy ő elveszítettétek a munkátokat. Persze az érmék jelentik a belső értékeket, és ha itt veszteség van, akkor a téli hónapokban úgy éreztétek, hogy nem kaptátok meg a megbecsülést. De jelenleg látható itt a közeledés, összebújtok,
ő segít neked, te segítesz neki, meghallgat téged, vagy ad egy tanácsot, és változni fog minden körülöttetek, hiszen ez a kártya itt jelenti a megújulásokat, a változásokat. Ez olyan lesz, mint egy újjászületés. És mit fog tenni? Itt látható az élet erő, ő ad erőt számodra, vagy te erősíted őt, de amikor érzelmekről van szó, ő egy kicsit bizonytalan, mert tervezi azt ugyan, hogy átnyújtja számodra az arany érméket, és elvárja azt, hogy te ezt észrevet, hogy ő nyílt hozzád, érzelmekről beszél, tervekről beszél, de bizonytalan, mert nem tudja, hogy te ezt akarod-e, igen vagy sem. Hogy észreveszed-e azt, hogy ő jó szándékokkal közeledik hozzád. Mi fűz össze benneteket? Erre utal a magyar kártya, amit a férjem készített. Itt a rovás írásról van szó, megjelenik az O betű, és most elgondolkozhatunk azon, mit jelent. Ez lehet valakinek a neve, például Olga, vagy Otto. Lehet egy helység is, például Orosháza. Lehet egy fogalom, és nekem oroszlán jutott az eszembe. De lehet Oroszország is, ahol most tényleg erről az ukrán-orosz háborúról van szó, és én annyira szeretném, ha beszélnének egymással. Ha lenne egy diplomatikus beszélgetés, hogy végre záródjon le ez a helyzet. Én nem tudom befolyásolni az eseményeket, ami engem gyakran úgy elgondolkoztat, és kicsit fáj is, megmondom őszintén, hogy én sokáig Németországban éltem, és sok ismerősöm volt, akik Oroszországból származnak. És ezek a hölgyek, akiket én megismertem Németországban annak idején, az orosz nők, rám mindig jó hatással voltak. Vagy ha visszagondolok arra, hogy mi annak idején oroszul tanultunk az iskolában, és volt egy levél barátnőm annak idején, Natasa Karagandából, erre még emlékszem is, és annyira szívélyes volt. Persze, minden országban vannak rendes emberek. Meg vannak bűnözők is. Így van. Magyarországon is így lehet a helyzet, hogy ott is vannak nagyon segítőkész, szívélyes emberek, de vannak azért rossz indulatúak is. Ugyanúgy, mint itt Mallorcán, vagy Németországban. Tehát mindenütt így van. Nem lehet mondani, ez az ország jó, vagy rossz, vagy ez a nemzet, vagy ez a vallás, hanem meg kell ismerni az embereket. És én tényleg szeretném azt, hogyha leülnének végre egymással beszélni, és hogy lenne egy békeszerződés, hogy véget érjen, hiszen annyira meggondolatlanok ezek a cselekvések, hiszen Oroszországnak atomenergiája is van, hát miért nem gondolnak erre is? De azért remélem, hogy a Jóisten segít, meg azért imádkozzunk azért, hogy minden jóra forduljon, béke legyen, nem csak ami a politikai eseményeket illeti, hanem köztünk a családban, hogy meg legyen a hála, a szeretet, a vallás, a bizalom, és hogy gondoljátok ti ezt? Azért örülnék, ha leírnátok a véleményeteket a kommentárba. És ha tetszett a videó, annak is örülnék, ha lájkolnátok, vagy feljelentkeznétek a csatornámra,
vagy látogassatok meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok békét, és nektek minden jót, minden szépet, szeretettel, Dendera!